A 75 évnél fiatalabban elhunytak több mint 41%-a megmenthető lenne Magyarországon, a legújabb orvostudományi ismeretekkel és műszaki lehetőségekkel. Ez derül ki az Eurostat friss jelentéséből. A kutatás szerint a szükségtelenül elhunyt 75 éven aluliak csak nem fele szívrohamban és agyvérzésben halt meg. 75 évesnél fiatalabbak elhunytak, ahogy ezt mondtuk önöknek, 41,5%-a lehetne megmenthető Magyarországon, ezt állapította meg az Eurostat. Komáromi Zoltán a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Ez hogy jön ki, vagy én nem tudom, hogy ez hogy lehet kiszámolni? Arról biztos mindenki hallott már, amikor azt mondják, hogy egy országban a születéskor várható élettartam ennyi és annyi év. Ennek tulajdonképpen az alábontása az, hogy mik azok a betegségek, az éppen mondjuk az előző évben meghaltak, itt most a 2013 évben meghaltaknak a halotti kórokát megnézve, hogy arra lett volna-e korszerűbb módszer egyrészt a felderítésre, szűrésre akár, akár a diagnosztikára, akár a terápiára. És ez egy ilyen... És akkor összevetik azzal, hogy Magyarországon mi van. Így van. Tehát vegyünk egy példát, hogy 2013-ban, amelyről szól ez az Eurostatos felmérés, megnézték, hogy a 75 év fölött elhunytak között hányan haltak meg mondjuk szívinfarktusban. 75 év alatt. Meghaltak. Bocsánat, 75 év pont alatti. Pont az a lényeg, hogy a fiatalok, igen. Tehát a 75 évnél fiatalabbak közül hányan haltak meg mondjuk szívinfarktusban. És akkor megnézzük, hogy ebben az országban az egészségügyel kapcsolatban mit tudunk a érrendszeri megbetegedéseket megelőző, tehát preventív intézkedésekről, technikai eszközökről, gyógyszerekről, nem tudom miről, tehát ezt vetik össze? Jelentősen csökkent egyébként nálunk mind a stroke, mind pedig a szívinfarktus halálozás. Gondoljunk bele, én amikor a 80-as évek legelején mentőorvos voltam, Szegeden egy egyetemi városban, akkor ha valakinek infarktusa volt, akkor egy olyan tulajdonképpen kőkorszaki EKG készülékkel tudtunk a helyszínen EKG-t csinálni, hogy az tényleg most már múzeumokba való, de vagy csináltunk EKG-t, vagy láttunk rajta, vagy valamit, de azonnal mentünk vele a belgyógyászati intenzív osztályra, ha ne adj Isten meghalt útközben, akkor újjáillesztettük, ha ne adj Isten tüdőembóliát kapott, újjáillesztettük, és ott átadtuk a belgyógyászati intenzív osztályra, hogy megpróbálták megállítani ezt a folyamatot azzal, hogy minél kisebb legyen a szívizom károsodás, magyarul életben maradjon a beteg, ne legyen egy életveszélyes ritmuszavara egyebek. Ma ha bármikor, bárkinek van egy mellkasi szorítása is, mert nem kell hozzá egyetemi város, most már megyei városokban is, azért lassan föláll az egész országban ez a rendszer, akkor kimegy a mentő egy nagyon korszerű EKG-val, ami egyben defibrillátor, tehát ha ritmuszavar van, akkor rögtön tud ütni, és azonnal szívsebészetre megy, ahol úgynevezett intervenciós szívsebészeti megoldással, rövid előkészítés után már a katéterben van, megnézik, hogy mi okozza ezt a vérellátási zavart, megszüntetik a vérrögöt, beteszik a stentet, vagy ha olyan az elzáródás, akkor onnan egyből megy a szívsebészeti műtőbe. Magyarul percek, vagy azt mondom, hogy fél órán belül, egy órán belül olyan definitív ellátást kap, ami egyrészt megmenti a szívizmát, tehát nem lesz akkora károsodása, másrészt pedig megmenti az életét. Ugyanez van a stroke-nál, ugyanez van egyébként nagyon sok betegség. Sajnos nagyon sok betegségnél meg hiába mondja a szakma 15 éve, 20 éve például, hogy a vastagbél rákoknak a halálozását csak úgy lehet csökkenteni, ha rendszeresen szűrést csinálunk, és nem csak a vérkimutatás, hanem ténylegesen az endoszkópos szűrést megcsináljuk. És ez azoknál, miért nem? Mert pénzbe kerül, mert sok pénzbe kerül, és arra van pénz, amire a minisztérium, a költségvetés, az országgyűlés pénzt ad. Jó, de hát ez hát nem nekem kell, különösen nem önnek elmondom, hogy ne is így értse. Na de hát ez nem válasz, hogy pénzbe kerül, hát hiszen, hogyha valaki a szűrés időszakában megelőzhető a betegség, azt mindenki tudja, hogy olcsóbb, mintha ténylegesen megbetegszik, és utána iszonyat sok pénzért gyógyítjuk, utána maradandó károsodása lesz, ellátást fizetünk neki, és a végén még el is fog hunyni. Ezt mindenki belátja, csak ez sokkal nagyobb asztal, mint amekkora ez a torta.
Ugyanis itt arról lenne szó, hogy már 15 éve mi kiképeztünk, és benne voltam abban a csapatban, az ország 4 vagy 5 felsőoktatási intézményében kiképeztünk majdnem 2000 olyan főiskolai egyetemi végzettségű fiatalembert, akik egészségfejlesztést tanultak, és egészségtanárok lehettek volna egy iskolába. Egyetlen egy kormányzat nem tartotta fontosnak, hogy ezt a tantárgyat bevezessék, sokkal fontosabb volt a nem tudom milyen értékrendnek megfelelő tantárgyaknak a bevezetése általános iskolába, holott a gyerekeknek meg kellene tanulniuk, hogy mi az egészség, miért érték, mik a betegségek, mit kell tenni a megelőzésért. Tehát ez az iskolai torta, vagy része a tortának. Építeni kellene utakat, hogy ezekre a centrumokba, ha már valakit nagyba ért, gyorsan odaérjen a mentőbe. Hiába szereztünk be több száz mentőautót EU-s forrásokból, ott állnak a telephelyeken, nincs rá dolgozó, nincs rá szakember, aki... Ezt most komoly, ott állnak a mentők a telephelyeken? Kérdezze meg egyszer egy budapesti vagy egy országos mentőszolgálat hivatalos vezetőit, hogy Budapesten minden nap ki tudják állítani azt a létszámot mentőautóba, amennyi egyébként vezényelhető lenne. Tehát ahány autó van, ahhoz van-e annyi szakember? Igen, és hogy nem kell például a vidéki városokból, településekből Budapestre rendelni fel gépkocsikat, ami egyébként ott hiányzik Albertinsán, meg Szigetszentmiklóson. Gépkocsikat vagy embereket? Tehát... Gépkocsikat emberekkel, mert ugye a gépkocsi az önmagában nem. De most nem azt mondta, akkor lehet, hogy félreérthetem, hogy gépkocsi van, de nincs elég ember? Akit úgy megfizetnének, hogy nem menne el és dolgozna, tehát nincs elég bér. De állnak üresen a mentőautók a telephelyeken, mert nincs rá mentőorvos? Meg mentőápoló, mentősofőr. Tehát azért ezek nem egyszerű kérdések, és itt is eldőlhet. A hanyadik, nem tudom, hogy ő nem emlékszik el, hogy hanyadik népegészségügyi programot hanyadik kormány próbál most megint feléleszteni, holott mindenhol a világon azt csinálják, hogy ott van az alapellátás, a házi orvos az ő csapatával, nem egy nővérrel, hanem kettővel vagy hárommal, és azt mondják, hogy te ne csak gyógyítsd azt a lakosságot, aki rád lett bízva, hanem csináld meg a szűrést is. Nem, most külön rendszert csinálunk a prevencióra, és külön rendszert csinálunk a házi orvosi rendszernek a megmentésére, holott ezek a dolgok is összefüggenének. Ilyen egyszerű szervezési, szemléletbeli dolgokat kellene összerakni. Miért nem akarja már nagyon régóta senki? Miért nem? Mert ez olyan, mint amikor a klasszikus vízbe, hogy miért nincs harang, tehát, vagy miért nem harangoznak délbe, mert egyrészt nem tudjuk, hogy dél van, másrészt meg nincs harangunk. Tehát itt, amikor a minisztérium végre csinálna egy koncepciót, akkor éppen akkor nincs pénz, és a politika akkor éppen ezt nem támogatja. De pénz mikor mindig arra van, amire a politika pontos, akarja. Amikor a politika kitalálja, akkor lehet, hogy a minisztériumnak van más gondja. Tehát egyszerűen ezt egybe kéne tekinteni, és ténylegesen itt fiatal emberek is. Az a baj, hogy ez a 75, ez egy ilyen határ. Ebben 48 éves, meg 45 éves emberek vannak, akik infarktusba, végbélrákba meghalnak, vagy sztrókba meghalnak, és őket meg lehetne menteni. És nem kerülne... 41,5%-ának megmenthetőségéről ír. De mondom, ez nem csak 75, ez egy határszám, ennél fiatalabbak. És gyakorlatilag ezt egyszerűen egybe kellene tekinteni, és egy stratégiát kellene alkotni egyébként a szakmával együtt, mert ezt a szakmától függetlenül nem lehet megcsinálni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.